Sziasztok! A mai hétvégén egy kisvárosba kirándultunk, a neve Gold Hill, vagy más néven Aranyhegy. Ha látjátok a táblán is, a várost 1859-ben alapították. Az 1859-es Colorado-i aranyrajz idején itt a város környékén találták meg az első jelentősebb aranylelőhelyet. És ezt követően, a arany felfedezése után alapították meg ezt a városkát. A városka, ugye Coloradóban, azon belül Boulder megyében található. A legutóbbi népszámlálás szerint a városban mindösszesen 230 fő lakik. Az itt látható iskolát 1873-ban alapították, és ez a legrégebben folyamatosan működő állami iskola az egész Egyesült Államokban. A városban, ahogy látjátok, nincsen aszfaltozott út. Az ide vezető út egy részén se volt aszfalt, hanem kisebb, nagyobb darabokban lehet aszfaltozott utat csak találni. A városka az első fénykorát 1859 és 1861 között éltem. 61-re kimerültek az aranykészletek, és akkor a városból elkezdtek elköltözni az emberek. A legnagyobb népesség, amit volt ezen a településen, az 1500 fő volt. Ahogy az 1861-es gazdasági hanyaklást valamivel kompenzálják, a Black Hawk közelbe található településen egy kohót építettek, és az a kohó az alacsonyabb osztályú ércek feldolgozására volt alkalmas, és ebből származott a városnak onnan a bevétele. A második fénykorát a város 1872-ben élte, amikor is itt a közelben tellút találtak. A tellúr egy ritka elem, ezüstszürke színű és fénymes fényű fém. Az osztrák magyar származású erdélyi bányamérnök Müller Ferenc József az erdélyi ércek tanulmányozása során fedezte fel 1782-ben Transzilvániában a mai Románia területén. Gold Hill városkából a Sziklás-hegység Nemzeti Park felé vettük az irányt, ami másfél órányira található. A bejáratnál kaptunk egy térképet. Ugye itt van, itt van a Sziklás-hegység Nemzeti Park. Valamint, a térkép az itt van. A másik oldalt. És mi hol vagyunk ezen a térképen? Nem tudom, szemnéznek. Szerintem itt. Oké. A park szívében. Mi most ott vagyunk. Valamint kaptunk egy ilyen újságot. Ez a nyári és az őszi kiadás, gondolom van téli, tavaszi? Szerintem van, igen, de télen. És a legfontosabb információ, hogy ha megvéglátunk, akkor 100 yardot, yard távolságot kell tartani. Meg ugye itt ez a törvény. Arra lennék kíváncsi, hogy a Macinak is megmondták ezt, hogy 100 yard távolságot kell az embertől tartani. Szerintem a Maci tudja, de a puma vagy a farkas az nem beszél annyira jól angolul. Az nem beszél angolul. És így nem tudják. Van egy olyan érzésem, de a Maci az még egész jól beszél angolul. És akkor most a Sziklás-hegység Nemzeti Parkon fogjuk egy kicsit itt az egyik részt megnézni. Park szívében és az Emerald Lake ez megyünk túrázni. Az 1,8 mérföld.
Ez a túra útvonal, amúgy nem nehéz, inkább kirándulásnak nevezni, mint túrázásnak. Ez egy nagyon jól karbantartott túra útvonal, ami abban is megmutatkozik, hogy vannak itt érezhetően olyanok, akik nem szoktak túrázni. Tehát nem tudják azt, hogy aki felfele megy a helynek, annak van elsőbsége. És utána szólnak. Á, pont elbújt. Á, ott van, ott van. Nagyon szép kék, ami búbos madárka. Megérkeztünk az Emerald Lake-hez, ez a túra közepe. 1,6 mérföldnél egy ilyen Box Canyonbe érkeztünk, ami végül is Gletscherek által kialakított völgy, amiben egy alpesi tó van. Látszik egy vízesés, és nagyon szép itt a környék. Emerald Lake, Smaragd tó, magyarul. A felületet Woodrow Wilson nyilvánította nemzeti parkká 1915. január 26-án. A Sziklás-hegység nemzeti park területe valamennyivel több, mint 1000 négyzetkilométer. 1930-ban építették meg a fő autóutat, ami a Trail Ridge Road. 1976-ban az UNESCO parkot az első világbioszféra rezervátumok közé sorolta. Az Amerikai Egyesült Államok egyik legmagasabb nemzeti parkja, amelynek magassága 2396 és 4346 méter között változik. Legmagasabb pontja a Long's Peak, vagy más néven a Long's csúcs. A parkon belül 5 zónát alakítottak ki. Az első az a nagy réteg, vadvilágok zónája, a másik az alpesi területek, ahol tundaösvények találhatók, és itt jellemzően magas a tengerszint feletti magasság. A harmadik az a vadon, ahol még túl a útvonalak sincsenek. A negyedik a parkának a szíve. Ez utakon könnyen megközelíthető, itt találhatók a túrák és a legnépszerűbb túrautak. Az ötödik pedig a vízesések és a vadonnak az a része, ami túraúttal rendelkezik. Maciszpray van nálunk, de mit tanultunk ebből a túrából? A szúnyogírtók nem a kocsiba kell tárolni, hanem hozni magunkat. Igen, tehát mindenkinek azt ajánljuk, hogy maciszpray nem rossz ide, de nem annyira fontos. A szúnyogírtó viszont nagyon fontos. Meg víz, ugye? Ugye? Vizet kell hozni. Víz az van elég mellettünk, itt van 3 tó. Az nem olyan fontos. A szúnyogírtó nagyon fontos, meg mindig ezt mondom. 2011-ben egy klímaváltozás tanulmány résztvevőjévé választották a parkot 5 másik amerikai nemzeti parkkal egyetemben. 2010-től az azt megelőző 100 év adatai alapján azt a következtetést mondták le, hogy az éves átlag hőmérséklet 1,7 Celsius fokkal emelkedett. Az éghajlatváltozással foglalkozó tanulmány további hőmérséklet emelkedést vetít előre 2050-ig. Az aszályok is nagy valószínűséggel egyre gyakoriabbak lesznek, a megemelkedett hőmérséklet, a megnövekedett párolgási sebesség és a csapadék mennyiségi változása miatt. Megfigyelték, hogy az 1990-es évek óta a hegyi fenyőbogarak gyorsabban szaporognak és nem pusztulnak el a téli hónapokban. A megnövekedett bogárpopuláció a fenyőfák pusztulásának növekedéséhez vezetett a parkban, ahogy ezt itt a képeken is láthatjátok.